Sziasztok, Robin vagyok, és most játszunk egy kis House Flippert, méghozzá a Pets kiegészítőből, vagyis hogy DLC-ből. És hát, ugye eddig két küldetést azaz megbízást csináltunk. És elég menő cuccok vannak benne, szóval én is ámulok-bámulok. A kiskutyusomnak így kifestettem a kis szobácskáját. És hát lássunk neki, hogy mi lesz itt még. És akkor egy újabb megbízást teljesítünk. Hát azért több mint másfél milliárdunk van. Nem semmi. Na nézzük. Azért kinyitom neki, hogy örüljön. Hello! Nem is emlékszem, hogy kettő van. Igen. Fura. Kettő focilabda van. Na mindegy. Vagy nem, ő ezért nem focilabda. Teniszlabda. Én úgy tudtam, hogy egy. Na mindegy. 15 kis állatsimogatás. Jó, és akkor nézzük meg a munkatérképet. Hűha. Kis vigyilló. Melyik a másik ez? Hát akkor inkább legyen ez. Lehetőség a változásra. Egy hiperaktív kutya, a szomszéd macskája és egy leleményes testvérpár. Ezek a katasztrófa kellékei. Főleg, ha a gyerekek a szülői hálószobában tesztelik új találmányukat. A házban minden ajtó nyitva, és a macska épp megpiszkálta a kutyát, hogy megkezdjék a napi versenyfutásukat. Hát ez jó. Röviden. Senki sem sérült meg, a hálószoba teljesen leégett. Hűha! A felújítás elkerülhetetlen. Az igen, azt hogy csinálták? Na nézzük. Ez izgalmas lesz. Mekkora farmház ez. How did it happen? The answer is Jiří, Silka and their brilliant ideas. Add our dog chasing neighbor's cat to that, and the result is obvious. The boom was so loud, the firefighters were on their way before I even called them. You know what my husband said? Hanička, maybe it's an opportunity for a change? Okay. Let's start with his storeroom then. Our kids live on top of one another because he has to hoard this garbage. They are growing up. They need privacy and their own space. Maybe this will calm them down a bit. Lehetőség a változásra. Na nézzük. Csak nem egy kutyaház. De jól néz ki. Hello, szia! Te is csatlakozol? Oké. Hát akkor... Szerintem először tisztítsuk meg itt a dolgokat. Eléggé... koszos minden.
Jesszus. Mi ez itt? Na menjünk be. Hopp. Keresztül is kitisztítottam. Jaj, itt van a kutya. Jól lehet hallgatni a gyerekek trappolását, ahogy mennek le. Menjünk fel. Jesszus! Jössz a leégett szoba. Na. Gyerekek. Ez a tároló. Aha. Oj, micsoda gamer cucc, az igen. Élvezet. Na nézzük csak. Eltávolítás. Tároló dobozokat eladjuk. Az igen. Ez hogy pattogtak? Jó. Jó. Ez így megvan. Na és akkor nézzük. Jó. Legyen. Szép kék lesz itt. Ma plafont is lehet, ami tök jó. Bár most nem kell. Jó ez a szín kombináció, ugye a fehér és a kék. Lehet, hogy majd ezt is kell, ki tudja. Nem, ennyi. Burkolat. Na, ilyen. Jó.
És akkor nézzük meg, hogy itt mik vannak. Francia ágy. Mondjuk ez jó így. Fehér. Jó lesz ez. Szerintem. Ezt így adjuk el. Ottban van. Mondjuk... Ez jó lesz. Igen. Chiller. Ez jó. Ugatnak a kutyusok. Igen, és... Wow, de jól néz ki. Ruhás szekrény. Fekete. Ez jó lesz. Aha. Ruhás szekrény, az így jó. Íróasztal. De jól néz ki. Ez tetszik. De még jobban. Tetszik. Fogantyúk pedig. Nem feketék, azok jók. Aha. Hűha. Ezt egy kicsit arrébb rakjuk. Na nézzük csak. Ez jó lesz így. Bár ezt így kellene. Nem? Ez így jó lesz. Igen. Asztali lámpa. Ez menő. Hogy jobb legyen a megvilágítás. Ez micsoda? Dupla komód. Jó lesz. Wow, menő. Óra. Tökéletes. Hát ez...
fura. Jó, laptop. Maradjunk ennél. Menj csak. Maradjunk ki. Menő. Ez így jó lesz. Szőnyeg. Ja, szemetes. Nagy rendszerező. Aha. Ez érdekes. Alap, ez a fekete. Krém szín, krém szín. Aha. Tábla. És mi van akkor, hogyha ezt a táblát ezt ide rakom? Vagy nem, nem. Tábla az így jó. Aha, van egy ilyen könyv. Ez mi? Ja. Aha. Mondjuk ide lehetne rakni, fölülre elérhető. Kicsit még elrébb rakjuk. Ezt szerintem ezt így kellene. Jó, nagyjából jó. Hű, ez nagy. És gondolkodásmód fotó. Aha, jó, hát akkor legyen így. Think outside of the box. És akkor lesz egy ilyen. Ez érdekes. Jézusom. Mi ez? Ez fura. Öhöhöhöh.
Ez mi? Ez nevetséges. Fura dolgok vannak itt ebben a játékban. Akkor legyen itt. És akkor így neki meg puff. Szevasztok. Én léptem innen. Ez egy furcsa hálószoba. Na, eltávolítás. De jól néz ki. Hinta a szobába. Hát, ez nagyon jó. Na. Jó, ez megvan. Na most fessünk. Szépen. Tökéletes. Szépen meg lesz ez csinálva. Megint egy csomó pénzt fogok kaszálni. Csak 88%. Jó, ez megvan. Ezt azért kitesszük. És akkor lesz egy ilyen. Tökéletes. Igen. És akkor hát, addig iszok egyet. Beltéri ajtó. Jó. Ez megvan. Hágy. Ugyanolyan. Nézzük meg itt most, hogyha ide rakjuk, akkor mi lesz. A furcsa módon nincs. Aha, most persze van éjjeli szekrény. Ez jó lesz. Másiknál nem volt. Aha. Azt a lámpa kettő. Ó, ez nagyon menő.
tökéletes. Ó, terrárium. Aha, kell egy íróasztal. Igen. Ez jó így. Hol lesz? Aha, így lesz. Szék. Ez jó lesz így. Tökéletes. Ez a lámpa. Szekrény. Aha. Fekete. Ruhás szekrény. Egy ugyanan óra. Ezt ide rakjuk. A laptop. Igen. Van egy kép. Van egy plakát. How you doing? Ez így jó lesz. Kicsit nagyobb legyen. Ez tökéletes lesz. Na igen, lesz egy ilyen. Nie? Fém. Ne legyen így arany. Máshogy kell. Kinyit. Óha! Ez király.
Jó. Hát itt melege is lesz. Annyi baj legyen. Jaj, hogy kettő. Aha. Hát ez így érdekes lesz. Most koncentrálok. Jó. Tükör. Nézzük, hogy pont jó. Oké. És akkor még egy ilyen könyv. Kertészkedés könyv. Ide. Na, hát ez megvan. Érdekes egyébként. Na. És akkor látok egy kukkot se. Jó, akkor F betűt megnyomjuk. Hát igen, ez érdekes lesz. Jó, ez megvan. Jó. Beltéri ajtó. Oké. Na nézzük, szereljük. Szépen lecseréljük. Jó, hogy nem látok semmit. Na, 50%-on túl vagyok. Ez érdekes. Na, el is megvan. Fest le! Fest le! A plafont! Fest le!
De mindegy, a plafont ezzel a festékkel fején. Na nézzük. Plafont festek, hát ez nagyon jó. Végre festhetek plafont. Ezt is már régen láttam. Sőt, erre ezt már nagyon szerettem volna. Jó, oké. Padló. Ez is megvan. Jaj, ne, rózsaszín! Fú, azt mennyire utálom. Hát jó. Besötétedett. Bocská. Ezt gondolom a lány szoba lesz, a másik pedig a fiú szoba. És van a szülői háló, amiben pörcsöd van. Kutya meg marad szépen. Na nézzük itt is. Ez kormosra éget. Na jó. Nézzük csak, mik vannak itt. Ha. Hopp, itt egy dupla ágy. Azt a mekkora. Maradjunk ennél. Ez fehér párnák. Hát ez maradhat. Jó. Hú, ez ekkora? Jó. Jó, hát akkor... Ez így jó lesz. Ez mint hogyha kisebb szoba lenne. Ilyen is szekrény. Kettő. Lámpa kettő. Egy ilyen. És ez jó is. Szerintem most már... kellene mennyezeti lámpa. Egy ilyen. Kicsit elrébb. Hol van a kapcsoló?
Nincs kapcsoló. Hát ez elég gáz. Na akkor... Ideje... Felkapcsolni. Ő ez ilyen hangulatvilágításos dolog. Ez nagy. Ilyen kis... Szerintem ez szülői háló lesz. Itt alig férünk el. Óha. Betéri ajtó, ezt mindenképpen. Kettő ilyen szőnyeg? Ez hogy fér oda? Hűha. Jó, hát akkor ez így lesz. Hát ez hogy? De mégis. Ilyen kis szobába. Ez így lesz. Puhán fognak lelépni. Ez ide jön. Szerintem azért... Igen. És akkor... Függőleges radiátor, hát ilyet se láttam még. Őja! Ez menő. Ilyet nem láttam még. Ez jó lesz, leégeti ott a teljes kis szőnyeget. Na hát ez újdonság nekem. Érdekes. Lehet, hogy ezt ide kellett volna raknom. Akkor a világnak nem lett volna hely. Na mindegy. Aha, most ezt kell innen eltávolítanom. Meg ezt. Takarítás. Ez megvan, mindjárt vége. Technős akvárium? Azt hova? Ez egy giga mega nagy fal burkolás.
Jó, hogy ezt így mind, gondolom én. Nézzük meg. Ez jól néz ki. Jó kis parasztos lesz így most. Szerintem gyújtsuk fel a lámpát. Melyik van jobb? Még jó néhányat föl kell raknom. Még vennem kell. Jó nagy radiátor van. De igen, kell még vennem jó néhányat. Az ablaknál kell sok. Még azt nem tudták megoldani, hogy... Na, akkor még legalább hármat. És megleszek, ez az utolsó. Na jó, menjünk csak erre. Még ott födülre kell. Meg lesz ez. Ez az. Megvan. Most adjuk el. És akkor ezt rakjuk. Ezt így megcsinálom. Így tudjuk csak elhelyezni. Akkor hogy nyitjuk ki az ablakokat? Hát jó. De azért milyen menő már ez? Jó, még valahol... Kert. Aha. Még a kert. Hátra van.
szemét kidobása? Hol van itt szemét kidobás? Szemét kidobás. Aha. Hát ez érdekes lesz. Tudok kimenni ott. Hello, kucsuli, mucsuli. Azt nézem, hogy hogy lehet oda fölmenni? Nincs semmilyen állványom. Ha csak. Valahogy föl kell jutnom. Aha, megvan. Jó. Csak le kellett googolnom. Hú, na hát, csak kiötlöttem. És akkor ennyi volt. És akkor több mint 4,5 milliót kapunk ezért. Wow, de menő. Még ott volt egy kis kosz, de semmi van. Jó volt ez így. Na, úgyhogy ez lett volna így a House Slipper megbízás, amit így megcsináltunk. Úgyhogy, igen, ez jó volt. Hát most nem dolgozunk itt. Most így szép lassan a megbízásokat kiiktatjuk.
Úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!